Hungary has more than 20 historic wine regions. Regions that couldn't be more varied. Travel only a few dozen kilometers, and one will find a completely different microclimate, soil, or mineral base. Pannon is Hungary's southernmost and warmest wine region. A Villányi hegység egy mészkőhegység és egy lösztakaró borítja, és ahol a méz jelenléte van, ott mindig nagyon fineszes, gazdag ízvilágú borok születnek. Megfelelő napsütés van, tehát megfelelő csapadék van a Villányi borvidéken. Északi oldalról védve a Villányi borvidék. Nagyon sok déli, délkeleti, délnyugati fekvésű lejtői vannak. A víz nem folyik el, mert az agyag az elengedni, viszont az agyag megfogja a vizet, tehát tartja a vizet. Most ezek megjelennek magába a borba is. Villányba csodálatos minőségű Cabernet Franc-ok születnek, úgyhogy mi az ültetvény telepítéseknél el is mentünk inkább a Cabernet Franc és a Merlot irányába. Szinte muszáj dolgozni egy Merlot-val, egy Cabernet Sauvignon-nal vagy egy Cabernet Franc-nal, hiszen mint világfajtánként erre azért mindenki kíváncsi. De mindenféleképpen fontos az is, hogy magyar szőlőfajtákkal is úgymond tudjunk dolgozni, akár egy kékfrankossal, vagy inkább egy kadarka az, ami nagyon jellemző, és ezekből próbálunk minél magasabb színvonalú, magasabb minőségű tiszta borokat készíteni. A Szekszárd, mint termőhely, a löszös anyagos talajával és a szabdalt völgyeivel és ebből készített, összerakott borokkal egy igazi komplex ízvilágot, illatvilágot hoz. Az első fajta kadarka, nagyon szép, egyedi gyümölcsös tételeket tudunk ebből készíteni. Ez alapanyag a bikavérnek, ami egy házasítás. Megjelent a kadarka már több száz évvel ezelőtt a borvidéken, és egy jó száz évvel ezelőtt a kékfrankos nagyságrendje, termőterülete is növekedett. Nekünk csókaszőlőben, furmintban, juhfarkban, házslevelűben, cirfandliban, vagy ha szabad mondani, vörösbor is hadd védjen már meg, kékfrankosban, kadarkában, csókaszőlőben keresni a sorsunkat. Ezeket kell újra felfedezni és fölépíteni, mert ilyen másnak nincs. Ma már olyan borokat készítünk, és készülnek nem csak itt nálunk, hanem a kollégáimnál is Villányban, ahol bárhova, bármikor a mi nagy borainkat oda lehet tenni a világ nagy borai mellé.